Ásrezső hetente hallható az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján. A polgármester a rádió egy szexárdi stúdiójában arról beszélt, hogy a Zöldváros programon belül az Éjjel-Szexárd egy 200 férőhelyes parkolóházat akar építtetni a kiskorzó mellett. Ezt azzal indokolják, hogy helyi spórolás miatt szeretnék a többemeletes betonmonstrumot megépíteni. A támogatási összeget viszont szinte teljesen felemészteni, így nem maradna a valós zöldesítésre semmi. Tulajdonképpen ennek a parkoláznak visszatérve az alapkérdésre, a költségei úgy nőttek, hogy először 100 millió volt, aztán 500, most már 1 milliárdnál tart. És úgy néz ki, hogy a teljes zöldváros projekt költségvetése elmenne ez egy projektelemre. A polgármester attól tart, hogy ezt a támogatási összeget is el fogja bukni a város, úgy, ahogy a Szabó Dezső utcai rendelőre kapott támogatástól is elestek. Egy uniós forrásból valósulna meg, és a kormány támogatásával az öldáros projekt, ez pedig azt jelenti, hogy a 2014-2020-as 7 éves uniós költségvetési időszaknak a pénzét használnánk fel. Tehát ha most elkezdenek még gondolkodni és hagyalni és úgy tervezhetni, akkor ez azt jelenti, hogy hasonlóan az orvosi rendelőhöz, hasonlóan a szövegye hasonlóan az útfejlesztésekhez ezt a pénzt is el fogja bukni a város. Szexárt polgármestere legközelebb július 31-én pénteken délelőtt lesz hallható a Rádió 1 műsorán.